A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, 7 Dunaparti település ivóvízrendszere újul meg a mostani időszakban. Ezekről a fejlesztésekről fogok beszélgetni mai vendégeimmel, Lakatos Edinával, a Dunántúli Regionális Vízműzért és sajtószóvivőjével, és Krizsán Györggyel, fejlesztési főmérnökkel. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Sok fejlesztés van itt tervben, de egy kicsikét, hát ismerjük meg így a DRV-t, magát a DRV ZRT-t. Mikor alakult, milyen cél alakult, hogyan alakult? Igen, egy nagymúltú vállalatról van szó, a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT története az 1900-as évek elejére nyúlik vissza, egészen pontosan az 1909-es Siófoki vízmű megalapításáig, és onnantól kezdve rohamosan fejlődött, fokozatosan bővült a tevékenységi köre is, illetve a működési területe is. 1953-ban alakult vállalattá, és utána két mérföldkő van még, amit megemlítenék. 1993, amikor Dunántúli Regionális Vízmű RT néven kezdett el működni, és ugye 93-tól pedig ZRT a vállalati forma. A legnagyobb működési területű víziközmű szolgáltatója az országnak a DRV. Hatalmas területet ölel tehát át, 1800-nál is több munkavállalót foglalkoztatunk, Siófokon van a székhelyünk, és 15 üzemvezetőségnek a munkatársai gondoskodnak a felhasználóknak az ellátásáról. Víziközmű szolgáltató cég vagyunk, üzemeltető cég vagyunk, tehát nincsen a tulajdonunkban az a víziközmű rendszer csoport, hálózat, amit üzemeltetünk, hanem a magyar állam és az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközműveket üzemeltetjük. Tehát így röviden ennyi a DRV ZRT. Milyen megyék, mely megyék tartoznak így a DRV-hez? Szinte az egész Dunántúlon szolgáltatunk, 3 megye kivételével. Ott vagyunk Baranyában, ott vagyunk Somogy, Tolna, Zala, Veszprém, és mit hagytam ki, Gyuri? Fehér vármegyében, így van. Tehát hat vármegyében mi szolgáltatjuk az ivóvizet, illetve a szennyvíz szolgáltatást is részben. És hát gondolom, hogy azért rengeteg település is tartozik, hiszen annyi megye, akkor nagyon sok település is, ahol jelen vannak. Így van, 390 településen szolgáltatunk összesen, 869 ezer felhasználónak biztosítunk különböző szolgáltatásokat, hogyha ezt külön választjuk a két ágazatra, akkor 379 településen szolgáltatunk ivóvizet, ugye a vízműtelepeknek az üzemeltetésével és az ipari vízellátó rendszereknek az üzemeltetésével, illetve 221 településen 648 ezer felhasználónak biztosítunk csatornaszolgáltatást, ami azt jelenti, ugye, hogy a keletkezett szennyvizeket elvezetjük, kezeljük, tisztítjuk, és utána visszaengedjük ugye a természetbe, újra hasznosítunk belőle mindent gyakorlatilag, hiszen a szennyvízi szapot is ugye újra lehet hasznosítani, tehát ez egy elég komoly környezetvédelmi tevékenység is, amit a DRV ZRT a szennyvíz szolgáltatással végez. Most már akkor nagyjából így felsejlett, hogy akkor milyen szolgáltatások az, amiket nyújt a DRV. Mi jellemzi egyébként ezeket a szolgáltatásokat? Hogy egyenként vesszük. Igen, hát ugye ez a két alaptevékenység, amit említettem, a víziközmű szolgáltatásnak a két alaptevékenysége az ivóvízellátás és a szennyvíztisztítás. Ez egy elég bonyolult folyamat, ezt lehet mondani, viszont könnyű megismerni, hogy milyen ez a folyamat. Van egy kiváló bemutatóházunk, én ezt javaslom mindenkinek, aki esetleg már a gyerekeknek szeretné megmutatni, hogy a DRV mivel foglalkozik, vagy egyáltalán egy víziközmű cég mivel foglalkozik. Siófok és Zamárdi határán található egyébként ez a vizekháza. Ott van két bemutatóházunk, klimatizált, nagyon kellemes bemutatóházunk, ahol pont ezzel a két tevékenységgel meg lehet ismerkedni, folyamatábrákon és különböző interaktív eszközök segítségével is van egy vizes játszótér is, ahol a gyerekek kipróbálhatnak olyan játékokat, amelyek a vízműves szakmának a különböző műtárgyait szemléltetik. Tehát vannak különböző szivattyúk, átemelők, zsilipelni lehet, ez egy nagyon jó kis hely, ott meg lehet ismerkedni ezzel a két tevékenységünkkel, és vannak úgynevezett másodlagos tevékenységeink is, például a vízmérőjavítás és hitelesítés, aztán diagnosztikai tevékenység, ugye ez azt jelenti, hogy a vízveszteséget
kutatjuk, és ahol lehet, ugye ott megfogjuk, feltárjuk, hogy vajon hol folyik el a víz a rendszerben, és ugye ezt igyekszünk folyamatosan csökkenteni. Aztán van csatorna vizsgáló kameránk például, amivel ugye szintén el lehet a dugulásokat csípni, megtalálni, hogyha mondjuk benőnek akár gyökerek a vezetékbe, vagy pedig valamilyen nem megfelelő felhasználói magatartás miatt mondjuk dugulás alakul ki egy szennyvíz csatornában, akkor ezzel a videokamerás csatorna vizsgálattal lehet lokalizálni ezeket a helyeket, és akkor a kollégák könnyen el tudják hárítani a hibát. Illetve végzünk még laboratóriumi tevékenységeket, 5 akkreditált vizsgáló laboratóriumunk van, külső megrendelésre is dolgoznak a kollégáink, illetve építési munkák is vannak még, amelyeket szintén külső megrendelésre is elvégeznek a szakembereink. És még egy fontos tevékenység van, az úgynevezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás. Ez ugye azt jelenti, hogy vannak olyan települések még, bár egyre csökkenő számban Magyarországon is, ahova nincs még kiépítve a szennyvízhálózat, és ugye ilyenkor ezt a szennyvizet, ezt szippan ki kell szippantani, és utána ugye elszállítani és ártalmatlanítani, és közel 50 településen ilyen szolgáltatást is végez a DRV ZRT. Tehát egy elég sokrétű tevékenységünk van, de örömmel végezzük, és tényleg nagyon régóta, 115 éve dolgozunk a felhasználókért. Mondjuk ez a bemutató rész, ami van, ez felkeltette az érdeklődésemet. Én nem is tudtam, hogy van egyébként ilyen, és hogy mennyire fontos már a gyerekeknek a szemléletét formálni kiskorban, hogy a víz az mekkora érték valójában. Pontosan így van, és ugye mi a fejlesztéseink során is igyekszünk ezeket a szempontokat elsődlegesen hangsúlyozni, illetve úgy végezni a tevékenységeinket, hiszen ugye a földbolygónak a legértékesebb eleme a víz. Ezt lehetne vitatni, de azt gondolom, hogy még a levegő mellett azért, ami ugye nyilván kell az életfeltételeinkhez, víz nélkül sincsen élet. Ugye mi ezzel gazdálkodunk, és ugye tesszük ezt olyan szintű felelősséggel, mint amit jelent a jelentősége annak, hogy a vízzel gazdálkodik valaki, és a fejlesztések során is mindig odafigyelünk arra, hogy a környezetvédelmi szempontokat maximálisan szem előtt tartsuk, illetve olyan energetikai és működési hatékonyság növelést érjünk el ezekkel a beruházásokkal, ami ugye folyamatosan modernizálja a rendszert, és ugye fenntartható módon lehet akkor ezáltal gazdálkodni. Nyilván a környezetvédelmi szempontok azok tényleg elsődlegesek, nagyon odafigyelünk erre, ezért is van az, hogy a szennyvíziszapot is hasznosítjuk mezőgazdaságban is lehet használni. Aztán szennyvíztelepeinken, Sírfokon és Keszthelyen is vannak biogázüzemeink. Egyre nő a zöld energia felhasználásának az aránya a villamos energia felhasználásunkban, és folyamatosan arra törekszünk, hogy a különböző beruházásoknál is például napelemparkok épüljenek, és az ott szükséges áramellátást részben megújuló energiából tudjuk fedezni, illetve olyan korszerű irányítás technikai rendszereket építünk már be ezeknél a beruházásoknál, amelyek szintén abszolút a modern víziközmű szolgáltatást támogatják. Most elég sok mindent elmondott egyébként. Hogyan, milyen forrásból tudnak ezek megvalósulni, ezek a fejlesztések, hiszen azért hát már jó régen jött létre ezek szerint a DRV, folyamatosan fejlesztettek és fejlődnek, és azt gondolom, hogy tényleg kell is azért haladni a korral. Így van, minden rendszert ugye karban kell tartani, illetve felújításokra van szükség, és hát a technológia és a technika is folyamatosan változik, többek között éppen a környezetvédelmi szempontok kiszolgálása miatt ugye egyre ügyesebben tudunk úgy szolgáltatni, hogy a lehető legkevésbé zavarjuk bele a természetnek a harmóniájába. Azt tudni kell, azt ugye említettem a beszélgetés elején, hogy a DRV ZRT egy üzemeltető, tehát itt a tulajdonosoknak a felelősségi köre és a hatásköre és a joga az, hogy a víziközmű rendszereket fejlesszék. Ugye ezt lehet különböző forrásból megtenni, ugye a tulajdonosok, vagyis az ellátásért felelősek, ezt így mondja a jogszabály, az önkormányzatok, illetve a magyar állam, és ugye a DRV ZRT üzemeltetőként az ő tulajdonukban lévő rendszereket, víziközmű rendszereket üzemelteti. Hogy milyen forrásokból lehet ugye fejleszteni? Hát egyrészt saját forrásból, tehát önkormányzati, illetve állami forrásból, aztán lehet magántőkéből, például, hogyha mondjuk egy korábban még nem lakott területre mondjuk beköltöznek többen, és ott a víziközmű rendszer, vagy éppen mondjuk a szennyvíz csatorna hálózat még nincsen kiépítve, és a tulajdonosok alkotnak mondjuk egy ilyen társulást, és akkor ők finanszírozzák meg, hogy ott is kiépüljön a szennyvíz csatorna hálózat, ez is egy lehetőség, illetve természetesen forrásokból, különböző forrásokból, pályázati forrásokból is lehet fejleszteni, ugye jellemzően az Európai Uniónak a támogatásával.
És hát gondolom, azok azért nem kis költségek, tehát itt azért ilyen milliárdokban lehet talán gondolkodni. Így van, és az a konkrét projekt, amiről ugye most beszélgetünk, ez egy olyan volumenű projekt, több mint 13 milliárd forint az összköltsége, hogy tényleg el lehet mondani, hogy Magyarországon még biztosan, de szerintem talán Közép-Kelet-Európában is, Gyuri, meg tudsz erősíteni. Ekkora volumenű, ekkora jelentőségű víziközmi fejlesztés még nem nagyon volt. Ez egy nagyon komoly beruházás, és ugye itt is tudni kell azt, hogy a Széchenyi 2020 program keretében indult ez a fejlesztés, 2022 tavaszán indult meg, és 2024 óta átszakaszolt projektként, ugye lezárult az előző KEHOP-os időszak, és most szakaszolt projektként folytatódik a KEHOP plusz pályázati konstrukcióban, illetve a Széchenyi terv plusz programnak a keretén belül, és ugye a Magyar Állam, illetve az Európai Unió társfinanszírozásával lehet ezt a projektet elvégezni, és a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT mellett az Építési és Közlekedési Minisztérium még, aki a konzorciumnak a tagja. Tehát ez tényleg egy óriási összefogással, a szakcég és ugye a szakminisztérium támogatásával, és az Európai Unió és a Magyar Államnak a finanszírozásával jöhet létre. Ez a projekt ugye az Erzsébet vízbázisnak a bővítése. Most akkor már Györgyöt kérdezem, hogy miért volt szükség erre a fejlesztésre? És miért Erzsinél? A kolléganőm említette, 390 településen, 6 megyében veszünk részt. Ez nem ennyi víziközműrendszer, ennél kicsivel kevesebb. Ez azt jelenti, hogy vannak pici víziközműrendszereink, ami egy település ivóvízellátását szolgálja, és vannak nagyobb bacskák, meg igen nagyok. A legnagyobb víziközmű rendszerünk az a Balatont körbeölelő, mi úgy hívjuk, hogy balatoni regionális rendszer, és a második legnagyobb regionális rendszerünk az a Dunai regionális rendszer. Ez a Dunai regionális rendszer, ez ugye főbb elemekre osztható, a kiindulási hely, a bázis, az tulajdonképpen a vízellátás kiindulási helye, ez az Erzsi vízbázis. Az Erzsi vízbázist ezt úgy kell elképzelni, hogy Erzsi város határában, a Dunaparton van egy vízműtelepünk, amely vízműtelep tulajdonképpen jelen pillanatban egy kutak sorozatából álló vízműtelep. Ezek a kutak nagyon régen lettek megfúrva, ezekből termeljük ki a Duna vizét a kavicszűrőn keresztül, és ezt nyomjuk ebbe a regionális rendszerbe. Na most ennek a térségnek, ennek a térségi regionális rendszernek a vízigényének, a jövőbeni, azaz a hosszú távú vízigényének a kiszolgálása, a korrekt kiszolgálása. Mi szakemberek ezt úgy szoktuk mondani, hogy a vízbiztonság mindenkori megteremtése az egy elemi érdek, nyilván ez evidencia, és erre mi DRV, mint üzemeltető, mint felelős üzemeltető évekkel ezelőtt egy komplex koncepciót dolgoztunk ki. Ez a koncepció egy műszaki tartalmak egybefüggő rendszere. Az első eleme ennek az Erzsi vízbázisnak a bővítése, tulajdonképpen a víz kivételi kapacitás bővítése. Ezt kétféle műszaki megoldással teremtettük, illetve teremtjük meg. Az egyik a meglévő kutak felújítása, ez a koncepció egyik része, és természetesen új víztermelő kutak létesítése. Tehát ez a kiindulási hely, a kályha. Ehhez a vízbázishoz tartozik jelen pillanatban is egy regionális rendszer, de ennek a regionális rendszernek az állapota is, és a átmérője, ha szabad ezt a kifejezést használnom, ez a jövő vízigényeit már nem lesz képes kielégíteni. Tehát a koncepció másik eleme, hogy ezek a regionális rendszer főbb elemei, csővezetékek, hozzátartozó csomópontok újuljanak meg, és talán a kettő közé kellett volna mondanom, magyarán a vízbázis és a csőrendszer közé, ez egy nagyon fontos elem, hogy egy komplex víztisztító technológiát is létesítünk a vízbázison, és tulajdonképpen ez a vízellátó rendszer a vízellátó rendszer mentén elhelyezkedő települések vízellátását hivatott hosszú távon kielégíteni. Na most, amit el kell mondani, mert igaz, hogy mi ennek a projektnek a konkrétan a Edina
által említett 13 milliárdos, de nagyon-nagyon sok és tényleg nagyon nagy beruházásnak a bemutatóján vagy ismertetésén vagyunk, viszont ez a komplett koncepció, ez ennél több, ugyanis a térség nem csak a lakossági felhasználókat, hosszú távú vízigény növekedését célozza ez a koncepció, hanem itt akkor, amikor mi elindultunk, akkor tudomással bírtunk, hogy úgynevezett ipari fejlődés, fejlesztés is fog a térségben létesülni, és tulajdonképpen ennek az ipari hosszú távú vízmennyiségnek, vízigénynek a biztosítását is tartalmazza ez a koncepció. És akkor, hogy akkor konkrétumról beszéljek, ugye a 13 milliárd forintos beruházás mellett egy, halkan mondom, 20 milliárd forintos műszaki tartalom a projektnek, ennek a mostani projektnek a tulajdonképpeni kis testvére, aminek a végső fázisába értünk. Ez a nevezzük akkor projekt egynek, ez a projekt ugyanennek a vízrendszernek, víziközműrendszernek az elemeit, az egyes elemeit tartalmazzák, csak ez kimondottan hazai forrásból tud megvalósulni, ugyanis az Európai Unió ipari jellegű beruházásokat nem finanszíroz, ezért az Iváncsa Ipari Park címszóval futó, Iváncsa Ipari Park vízellátása címszóval futó projekt, amelyet sikerült beillesztenünk ebbe a projektrendszerbe. Ennek a projekt keretében valósul meg az előbb általam említett víztisztító technológia az Ercsi vízbázison. Megújul ennek az egész regionális rendszernek egy nagyon hosszú szakasza, ez egész Ercsitől elmegy az Iváncsai leágazásig, és egyébként még egyéb olyan, most itt nem részletezem, kisebb beruházási részelemek, amelyek már ennek a projektnek a keretében belül megvalósultak, illetve még megvalósuló félben vannak. Ez a projekt, ez 2024 napjainkra már célegyenesben van, tehát itt már a próbaüzem zajlik. Tehát ha valaki mondjuk abba a térségbe jár, az Ercsi vízbázison, akkor ne higgye majd azt, hogy a mostani projektnál egy 3 hét alatt kinőtt a földből, hanem ennek az előbb említett projektnek az első üteme munkálatai tartanak ott, és mi nagyon bízunk abban, hogy valamikor majd jövő év végére, amikor ez az egész egyes és kettes projekt, ugye a kettes projekt ez Európai Uniós és magyar forrásból megvalósuló projektrészek, műszaki tartalmak, ami csak kizárólag a lakosságot szolgálhatják, lakossági igényeket. Ha ez megvalósul, akkor én picit nyugodtabban fogok hátradőlni ebbe a térségbeli szolgáltatás biztonság tekintetében. Ugye ez jó hír, hogy akkor már ez a projekt halad előre, viszont tényleg nagyon nagynak tűnik ez a projekt, tehát ez egy óriási projekt. Mi minden előkészítés előzte meg ezt az egész projektet? Milyen szabályoknak kell megfelelni? Hát gondolom én, azok is folyamatosan változnak. Ugye éveket mondott egyébként, hogy így az előkészítés az zajlott. Hát igen, egy kicsit csalóka lenne, azt mondom, hogy ez a projekt, ugye két dátumot említhetnék, projekt indulás 2022. március. És akkor a projekt zárás 2025. december 31, ez 3 év, és akkor majd lehet, hogy arról is beszélünk, hogy ez a projekt most hol áll, és akkor az egyszerű tévénéző megkérdezné, hogy mi történt eddig. Tehát egy projektet nem úgy kell elképzelni, sajnos, hozzáteszem, nem úgy kell elképzelni, hogy amikor azt mondjuk, hogy projektindítás, akkor ott van a vállalkozó, és akkor a vállalkozó elkezdi ásni az árkot. Ez a projekt hivatalosan azért mondható, hogy 2022-ben már elindult, mert a DRV ekkor benyújtotta a pályázatra az igényét, onnantól már számításba vették a pályázatát, tehát az a dátum, hogy 2022 tavasza, az valid, az kijelenthető, mert akkortól már ezt a projektet elindítottak kell. A megvalósítási szakasz indult. És aztán 2023-ban, valamikor március 11-én egész pontosan megkötésre került a támogatási szerződés. A támogatási szerződés az Edina által említett konzorcium kötötte meg, tehát akkor még NFP-nek nevezett szervezet és a DRV. A
szakminisztériummal, tehát tulajdonképpen 2023. március 11-én dördült el a pisztoly, és onnantól kezdve az a vállalkozó, aki egyébként már korábban feltételes közbeszerzési eljáráson elnyerte ezt a munkát, onnantól lépett életben a projekt, onnantól számíthatjuk a hivatalos projektindítást. És akkor most hogyan állunk? Most hogyan állunk, igen, jó kérdés. Tehát megint egy olyan szakkifejezést fogok használni, elkerülöm talán a fidiget, nem fogom mondani, de az, hogy sárga könyv, ezt fogom mondani. Ugye ezeknek a sárga könyves projekteknek az a jellemzője, hogy nem csak megvalósítást, hanem kap egy koncepciót, kap egy tender kiírást a erre pályázó vállalkozó, és amikor ezt megnyeri, akkor onnantól kezdve meg kell terveznie vízjogi létesítési engedélyes terveket, építési engedélyes terveket kell készítenie, kiviteli terveket kell készítenie, ezeket a vízjogi létesítési engedélyeket meg kell szereznie, és amikor ezek az engedélyek rendelkezésre állnak, akkor indulhat a kivitelezés. Na most eddig az idő pillanatig, tehát 2024. augusztusa magasságáig jobbára ezeknek a terveknek az elkészítése és ezeknek az engedélyeztetése zajlik, jobbára, mondom. Jelenti ez a vízműtelepen, az Ercsi vízműtelepen az új kutak is lesznek ebben a projektben is, új kutaknak a megtervezését, ezeknek a engedélyeztetését, jelenti az összes többi olyan elem, regionális vezetékszakasz, stb. Azoknak a tervezését, engedélyeztetését, ami effektíve munka elkezdődött, és ami már zajlik. Az ennek a projektnek, ennek a regionális rendszernek van egy úgynevezett nyugati ága, ami Velence irányában egy mintegy 3,5 km NA500-as vezeték. Ez már rendelkezik tervekkel, engedélyekkel, itt durván 2700 folyóméternyi NA500-as gövcső vezeték lefektetésre került. Ercsi településen egy hálózat megerősítés, egy gerincvezeték építése is a projekt része, ez a kivitelezés is zajlik. Zajlanak az előkészületek, majd felsorolom, ha eszembe jut, de biztos segítek. Eszembe jut, segíted, de nyilván tudom, a településeken zajlanak azoknak a víztornyoknak, hidroglóbuszoknak, a felújítási munkálatainak az előkészítései. Hol tart a projekt? Nem látványos, de nekünk ahhoz, hogy az Ercsi telepet bővítsük, és kutakat furhassunk, ahhoz földterületet kellett vásárolni. Nem egyszerű Magyarországon földterületet vásárolni, bármilyen hihetetlen, de nem egyszerű, és azt a földterületet átminősíteni úgy, mint a mellette levő vízbázisi területünk. Tehát ezek a nem látványos, de én azt mondom, hogy rendkívül fontos előkészítési munkák zajlottak és zajlanak napjainkban, és hát illetve a kivitelezés, ahogy említettem, kivitelezés is zajlik már. Milyen új technológiai elemek lesznek, vagy vannak, vagy nem tudom, létesültek? Igen, lesznek, inkább lesznek. Segítek a településekkel, jó? A települések, te mindig tudom, Adony, Belojannis, Besnyő, Iváncsa és Kulcs, Puszta-Szabolcs és Velence. Így van, ezeket a településeket érinti, ahol konkrét munka zajlik ezen projekt keretében, mert mindig mondom, hogy ezt a másik projekttel együtt illik meg kell kezelni, mi műszaki emberek így kezeljük, de ami konkrétan ehhez a projekthez tartozik, ugye Kulcs települést nem fogom említeni, és Velencét nem, de a másik öt, amit felsoroltunk, ezeken a településeken, konkrétan bent a településeken, a mostani vízműtelepeiknek a helyén, ott olyan nyomásfokozó térszíni gépházak létesülnek, vízmennyiségméréssel, fertőtlenítéssel, tehát egyéb objektumokkal egyetemben, akkor ebből az öt településből négy településen Puszta-Szabolcsot kell kivenni az öt településből. Ott a víztornyok, mint ahogy az előbb is említettem, ott a víztornyok teljes körűen megújulnak, és a víztorony az általában egy vízműtelepen helyezkedik el, tehát a vízműtelepek is azt gondolom, hogy megfelelő színvonalúan rendben lesznek téve, szintén megújulnak. Puszta-Szabolcson csak azért nem, mert ő az előző projektben megújult, a víztornya és a vízműtelepe. Azon kívül regionális
vezeték fog kiépülni. Ugye az előbb említettem, hogy ez a Dunai Regionális Rendszernek az egyik része, az megépül az előző projektbe, de ehhez a településekhez történő leágazó regionális szakaszok, azok ebben a projektben fognak kiépülni. Iváncsa leágazástól Kulcsig terjedő vezetékszakasz szintén új vezetékkel lesz megépítve. Tehát durván olyan 22-23 kilométernyi regionális vezeték fog még megépülni, és ezek az objektumok, amiket említettem. Szerintem ezek a fő elemek, amelyeket itt érdemes. Ja, és bocsánat, mert ugye Edina, majdnem a legfontosabbat kihagytam. Csak azért, mert vizesenben a víz körül jár az agya, holott azért a mai világban, és ez tényleg fontos, Elcsi vízműtelepen egy 500 kilovattos napelem park is létesülni fog. Ennek főleg szerintem nem kell domborítanom, hogy a mai világban mekkora jelentősége van, hogy a energiafüggetlenséget jobbára biztosítani tudjuk ezzel a napelem parkkal. Ennek körülbelül a teljesítménye annyi, mint amennyi az Elcsi majdani víztisztító technológiával és a bővített kutakkal az összesen energiafelhasználás. Tehát ez egy, mi azt gondoljuk, hogy a mai kornak megfelelő műszaki színvonal és környezetvédelmi szempontokat is tükröző beruházás lesz. Nagyon sok minden belekerült ebbe a projektbe, nagyon sok minden lesz majd kiépítve. Bennem így megfogalmazódott a kérdés, hogy így az ivóvíz szolgáltatása az zökkenőmentes ilyenkor? Tehát, hogy mennyire kapcsolódik ez így össze? Igen, hogy nagyon jó a kérdés. Ugye ez sokan a térségbe, ugye remélem, hogy majd ezt az adást fogják nézni az Adonyi és Sorohadnám iváncsai polgárok is. Ugye említettem, hogy már az egyes üteme a projektnek, ugye nem ennek a projektnek, de magának a műszaki tartalmának az egyes üteme az már célegyenesben van. A mostani projekt, amit most folytatunk, az egy picivel, hisz az már benne a településeken is, például a víztornyot kivesszük az üzemből, tehát egy nagyon picivel több macerát fog okozni, de nem sokkal többet. Tehát mi minden egyes beruházásunknál arra figyeltünk, arra ügyelünk, ezzel sokszor küszködünk is a vállalkozóval, de hát ez a mi dolgunk, hogy azért a felhasználó legkevesebbet vegyen észre ebből a fajta munkavégzésből. Ezeket a legnehezebb megoldani, mert hisz nem vadonatúj rendszert teszünk oda, hanem azokon a rendszerelemeken hajtunk végre sok esetben felújítást. Tehát én ezúton is, ha ezt megtetszett kérdezni, én nagyon örülök. Itt kérem a tévénézők, felhasználóink türelmét, és azt a toleranciáját, hogy amikor ezt befejezzük, akkor higgyék el, hogy hosszú-hosszú ideig nem fogjuk bolygatni őket. Mikor a várható egyébként ennek a projektnek a befejezése? Azt lehet-e látni, vagy gondolom, hogy már ki van tűzve a cél? Abszolút, igen. Ennek a projektnek 2025. december 31 a vállalkozási szerződés szerint a fizikai befejezési határideje. Ez a lényeg szerintem, mert megint elveszhetnék a dátumokban, hogy Európai Uniós projektről lévén szó, akkor 2026. január 31-ig el kell vele számolnunk, de a lényeg a 2025. december 31. Hát köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak itt a köztérben, és egy kicsit megismerhettük ezt az óriási fejlesztést, ami meg fog majd valósulni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Kedves nézőink, a köztérben 7 Dunaparti település ivóvízrendszer fejlesztéséről hallhattak. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT két kollégájától. Nagyon köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.